Újraavatták Mátyás király mellszobrát Kishagyesen, a múlt hétvégén leplezték le a 2 éve nyomtalanul eltűnt alkotás pontos másolatát. Zsúfolásig megtelt a Kishegyesi Galéria a szoboravató ünnepségen. Mátyás király mellszobrának újraavatása előtt Juhász Bálint, tartományi gazdasági titkárhelyettes, a Kishegyesi helyi közösség tanácsának tagja ismertette a köztéri szobor 2 évvel ezelőtti eltűnésének körülményeit és az azt követő példátlan összefogást. Beszámolójából kiderült, valószínűsíthető, hogy színes filmtolvajok lopták el a bronzból készült mellszobrot, amely azóta sem került elő. Nyomára nem sikerült bukkolni, és ekkor jött az ötlet, hogy egy ilyen határon átnyúló együttműködésben, testvéri összefogásban valósítsuk meg a szobor újraöntését. Így a testvér településeink, baráti önkormányzatok és baráti intézmények siettek a segítségünkre. Idén februárban indítottuk el a forrásgyűjtést, és most tudtuk lezárni a folyamatot. Budapest 16. kerülete, Örkény, Isaszeg, Kelebia és Békésszent András testvértelepüléseink, Szanda, baráti önkormányzat, a Csongrád megye közgyűlése, valamint a Gál Ferenc főiskola segített bennünket abban, hogy újra tudjuk önteni a szobrot. Budapest 16. kerülete 500 000 forinttal támogatta a szobor visszaállítását. Nagyon csúnya dolognak tartjuk azt, hogyha valakinek, akár egy településnek, akár bárkinek a tulajdonát eltulajdonítja valaki. Ráadásul egy olyan, ami egy szobor, ami az egész közösségnek fontos, az meg kifejezetten csúnya dolog, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt a csúnya dolgot minél gyorsabban kell annulálni, egy új szoborállítása, vagy eltulajdonítva ugyanazzal a szobornak az újrafelállításával, és ezért támogattuk. Zakar Péter, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánya szerint Mátyás királyt az erő és a kezdeményező készség jellemezte. Hajna Jenő, az MNT elnöke szerint ma nekünk is ezt a két jellemvonást kell tovább vinnünk. A mi számunkra megfogalmazható üzenete ennek a szobornak, magának, a Mátyás kultusznak az őrzése ezen a tájon pontosan ezt jelenti. Legyünk erősek, összetartóak és közösen együtt próbáljunk olyan kezdeményezésekbe kezdeni, amelyek ennek a közösségnek az erejét fogják megsokszorozni, másrészt pedig azt az örökséget tudják őrizni, amelyre méltán büszkén lehetünk elsősorban ezúttal Mátyás királyra. A Kishegyesi szoborparkot biztonsági kamerák felügyelik, az új mellszobor pedig riasztós ellenőrzés alá került. Ezt az MNT és Magyarország belgrádi nagykövetsége támogatta. Az új alkotást Hajna Jenő, az MNT elnöke, és Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete leplezte le. Ez annak a bizonyítéka, hogy Kishegyesen, a Vajdaságban egy olyan magyar közösség él, amely életképes, élni akar, tenni akar, és a szülőföldjén akar maradni. Azt gondolom, hogy ennél felemelőbb érzés egy magyar diplomata számára nem lehetséges. A szoboravatás után megtartották a Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fennállásának 60. jubileumára készült ünnepi műsort. Linka B. Gabriella, az egyesület elnöke elmondta, a közösség erejét mutatja a ma is gyarapodó közösségi munka. Nem csak azért jönnek hozzánk, hogy valamit csináljanak, ami egyszerűen csak beszélgetni, egyszerűen csak jól érezni magukat, mert egy pozitív példával előjáró közösségek az mindig vonzzák magukhoz a tagságot is és az embereket. A kettős évfordulón a Rézgetős Néptánc Együttes megalakulásának 20. jubileumát is ünnepelték. Az esten közreműködött Csizmadia Anna népdalénekes, a Fokos és a Csalóka zenekar, valamint Berec András néptáncos is. A Rézgetős pedig bemutatta legújabb koreográfiáját.